Solymosi Tamás Hágai Katalin kettős élt benne, hogy nem tudta nézni ezeket a világsztárokat, és fogta a milánói Scalába, és kisétált a sor közepéről, és ő inkább megtartotta magának a saját Hágai Katalin Solymosi Tamás emlékét. Hát ezek nagy dolgok, hogyha ezek... az ember így el tudja magát határozni. Hát ezek rettentően nagy dolgok, és azt hiszem, hogy rettentően nagy élmények. Tisztelt nézőink, köszöntöm Önöket Opera Café című televíziós magazinműsorunk nyári különkiadás sorozatának mai epizódjából. A cél továbbra sem változott, a Magyar Állami Operaház örökös tagjait vesszük sorba, róluk készül egy-egy portréműsor. Nem mindenki tud megjelenni ezeken a felvételeken, hiszen elfoglalt művészekről van szó, van, aki még igencsak aktív. Igaz ez arra a balettművésznőre, a Kossuth-díjas művészre, akiről ma beszélgetni fogunk Karczag Márton kollégámmal, a főemléktárosunkkal együtt. Ez a művész pedig Hágai Katalin. Marci, mi van neked legfelül? Melyik a legelső Hágai Katalin élményed, amit már ugye nem időben, hanem ami legfelül van, a legkedvesebb? Nagyon-nagyon sok élményem van, mert én az a generáció vagyok, véletlenül éppen az a generáció, akinek Hágai Katalin jelentette tulajdonképpen a balerinát. Nagyon-nagyon sokat jelentett, és rengeteg élményt kaptam Hágai Katalintól a színpadon, csodálatos alakítások sorát, hogy melyik volt az első időben, azt nem tudom megmondani, és igazából arra is nagyon nehéz választ adni, hogy melyik a leg-leg. Mert annyira egyediek és annyira sokféliek voltak az ő szerepei, hogy tényleg az ember örömmel ment be megnézni az ő alakításait. Ugye ez az a boldog időszaka volt még a magyar balett történetének, amikor olyan egyéniségek voltak a színpadon, akiket tulajdonképpen a nézők egy része azt mondta, hogy én ma X-re, Y-ra vagyok kíváncsi, mikor táncol ő a hónapba, és akkor én megnézem. Egy nagyon más világ volt ez természetesen, de ennek a világnak Hágai Katalin volt az egyik utolsó csillaga. Hágai Katalin balettművész, örökös tag, mesterművész, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész. 2015 óta a Magyar Állami Operaház örökös tagja, 2016 óta mesterművésze. 1971-től az Állami Balettintézet tanulója. 1980-ban végez majd neves mesterek irányítása mellett, 80-tól 81-ig ösztöndíjasként a Moszkvai Balettintézetben tanul. A Magyar Állami Operaház tagja 1981-ben lett, 1985-től magántáncosa. Pályája során bejárta a világot, vendégszerepelt Ausztriában, Németországban, de színpadra lépett Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Oroszországban, Görögországban, Törökországban, Angliában, Finnországban, Skóciában, Svájcban, Hollandiában, Kanadában, Hongkongban, Izraelben, Tajvanon és Mexikóban is. Az opera repertoárján található szinte valamennyi balett főszerepét eltáncolta. Láthatta a közönség a többi közt az Anyegénben, a Makrancos Katában, az Amadeuszban, az Anna Kareninában, a Csipke Rózsikában, a Csodálatos Mandarinban és az Ember tragédiájában. Az alakításai nagyon egyediek voltak. Ugye létezett egy, vagy mondhatjuk azt, talán kijelenthetjük, hogy létezett egy olyan fajta magyar táncos nőiskola, ahol a szerep, a figura, az alakítás, az a technika
alá volt rendelve. Tehát, hogy a technika sokkal kevésbé játszott szerepet, vagy a technika sokkal inkább eszköz volt egy komplett alakításhoz. Ennek az iskolának mondjuk, amit Bordi Bella, Szalai Karola, később Lakatos Gabriella vagy Szumrák Vera képviselt, ennek volt Hágai Katalin az egyik utolsó letéteményese. Otrubai Melinda, nem? Otrubai direkt Melinda, hagytad ki? Abszolút direkt hagytam ki. Otrubai Melindát én pont a másik iskolának, aha, gondolom, vagy a másiknak. Otrubai Melinda volt szerintem, vagy amennyire én utána olvasni próbáltam, az, akinél inkább a technika, inkább a tudás volt. A technikai képesség, a technikai tisztaság volt a előbbre való az alakítás. De milyen után nehéz ezt szétszálazni? Minden művésznek szüksége van a technikára, egy Hágai Katalin szintű balettművésznek egész biztos szüksége van, tehát ő nem mondhatja azt, hogy az ugrása, a forgása bármilyen rossz legyen, ugye? De, és mellette egyéniség is kéne, hogy legyen. Így van. És ez konkrétan mire gondolsz ilyenkor? Tehát a temperamentumot, vagy az arcjátékot, a mimika mellett, a gesztusokat, mi az, amit szerettél? Mi az, ami benne csodálatos volt? A alakításoknak a sajátja, az összetéveszthetetlen voltja. Olyan érdekes, hogyha most megkérdezed, hogy Katinak milyen színű szeme van, erre nem tudok válaszolni. Uh-huh. Viszont azt tudom mondani, hogy minden szerepében más színű szeme volt. Egészen más színű szemek világítottak a Baksi Szerályi Szökőkút Zarémájaként, a Coppelius Vanildájaként, vagy a Csodálatos Mandarin Lányaként. Egy nagyon-nagyon érdekes képesség ez, vagy nem is képesség, hanem egy... Számomra ez valahol azt jelenti, hogy egyszerűen az ember, Hágai Katalina civil eltűnik a szerep mögött. Tehát ő még az az időszak volt, vagy az ő pályafutása még az az időszak volt nagyjából, amikor a művészeket eleget szerepeltek a tévébe, az újságok címlapján, hogy megismerték. Tehát hogyha egy Róna Viktor végigment az utcán, vagy bement bombont venni a boltba, akkor tudták, hogy Róna Viktor kicsoda. Hágai Katalin nem. Tehát ő a színpadon volt, a színpadon működött, hogy ő civilben ki volt, mi volt, mit csinált, nem lehetett fölismerni az utcán. Igen, bizonyára ebben az is benne van, hogy egyfajta művész típus ezt kimondottan szereti, és őt ez építi, élvezi, mások pedig menekülnek ezzel. Az én nagy báványom ugyan nem balettművész volt, Itti Fischer Dieskau, azt szerette a német énekes, hogy a koncert végén ő el tud slisszolni a hátsó ajtón. És a rajongói nem értették ezt a dolgot, de ő ezt nem. Azt gondolta, hogy akkor letette a lantot, és ezzel mára megvan. Mondd, Seregi László ikonikus alkotói időszaka is tökében egybeesik Hágai Katalin itt töltött pályafutásával. A kettejük viszonylatában mit fontos hangsúlyoznunk? Én azt gondolom, hogy ők nagyon-nagyon más alkatok voltak. Seregi az én véleményem szerint sokkal inkább a képlékeny táncosokat szerette, akiket ő gyúrhatott ki. Hágai Kati, lehet, hogy nem lesz szép szó, túl okos volt ehhez. Túlságosan intellektuális volt. Tehát, hogyha megkérdezi az ember, hogy a balerinák közül hány olvasta el az Anna Karenina 600 oldalát, mielőtt eltáncolja a szerepet, viszonylag kevés. Azt De ő hiszem, biztos. Ő igen, ő, uh-huh. ő biztos. Uh-huh.
Ugye ez abból is fakad szerintem, hogy szintén nem egészen jellemző a balerinák között, hogy ő egy nagypolgári családból származik. Ugye édesapja a számvevőszék elnöke volt, tehát egy egészen másfajta háttérből. Csak, ugye önnek Hagelmeier néven így van. Így van, indul. Tehát, hogy Seregi tulajdonképpen Hágai Katalinnak egyetlen egy szerepet csinált, a Makrancos Katát. Előtte természetesen Kati rengeteg seregi szerepet táncolt, ugye a Szent Iván éjjállom Titániát, a Szilviába a címszerepet is, és Diannát is. Igen, csak tudom, hogy megkülönböztetik a táncosok ma is, hogy ki volt benne az első szériában, tehát kivel dolgozott a mester, kire dolgozta ki a koreográfiát. Így van, hát egy egészen más Júlia lett ő Wolf Katalin után. Berobbant a darab, és utána ő csinálta a második premiért egy jó fél évvel később, egy sokkal megfontoltabb, egy egész más karakter csinált. Az egy teljesen más világ, amikor az Anyegint kell táncolni. Az a produkció viszonylag későn ért ide hozzánk, aztán tulajdonképpen nagy sikert aratott, és aztán most már a mi időnkben is visszajött egy másik, egy még letisztultabb díszlettel. Ebben vajon lubickolt Hágai Katalin? Tehát ez akkor inkább az ő egyéniségére való szerep a Tatjana? Azt gondolom, ez egy nagyon nagy premier volt, és egy nagyon nagy dolog volt akkor, hogy ezt kettő szereposztásba tudta a színház kihozni, két egyenrangú szereposztásba. Az egyik csapat ifjabb Nagy Zoltán és Popova Alessia volt, a másik szereposztás pedig Hágai Katalin és Solymosi Tamás. És hát azt gondolom, hogy itt egy csodálatos előadás született. Tehát, hogy a két embernek minden gesztusa, egymásra hangoltsága, egy hihetetlen játék volt, és mindig telt házas nagy siker. Az, hogy ez egy mennyire hatásos előadás, és mennyire hatásos kettős volt Solymosi Tamás és Hágai Kataliné, azt tudom mondani, hogy egy barátom egy néhány hónapja mesélte azt, hogy ő éppen a Milánói Scalából jön, ahol az Anyegint adták abszolút sztár szereposztásba, és hogy ő nézte, és a darab utolsó kettőse közepén, a nagy kettős végén egyszerűen már annyira a Solymosi Tamás Hágai Katalin kettős élt benne, hogy nem tudta nézni ezeket a világsztárokat, és fogta a Milánói Scalába, és kisétált a sor közepéről, és ő inkább megtartotta magának a saját Hágai Katalin Solymosi Tamás emlékét. Hát ezek nagy dolgok, hogyha ezek, az ember így el tudja magát határozni. Hát ezek rettentően nagy dolgok, és azt hiszem, hogy rettentően nagy élmények. Tehát, hogy Hágai Katalinnak az alakításai így égtek bele az emberbe. Milyen emlékünk lehet a Meyerlingről? A Meyerlingben ő egy kisebb szerepet csinált, már Erzsébet királynét, ami az egész hatalmas Rudolf drámába egy kevésbé hangsúlyos figura. Hogy ott ő az, de természetes volt ugye, hogy akkoriban ezért a Harangozó Gyula igazgatása alá esik, minden premierben benne van. Harangozó Gyula ugye rákoreografálta a Hófehérkének a Gonosz mostoháját, ami nyilván tulajdonképpen egy játék, de egy nagyszerű szerepe lett. Thank you.
Hágai Katalinra annyira jellemző az a történet, ahogy ő ezt kitalálta, hogy a 25. jubileumát megünnepli egy abszolút maga által gondosan válogatott szereposztásba, eltáncolja kétszer az Anna Kareninát, és visszavonul, és soha többet nem lép színpadra. Talán a nézőinknek érdemes elmondani, hogy Magyarországon ilyen korengedményes nyugdíj az gyakorlatilag megszűnt, mint olyan, elég sok szférában, de a táncos világban néhány együttes, elsőnek persze az opera balett együttese, megtarthatta ezt a privilégiumot, de korábban ez bevett gyakorlat volt, hogy 25 év után a balettművészek, de egyébként az énekművészek is egyfajta, hát nem nyugdíj, mert aktív emberek és fiatalok még, de egy művész nyugdíj, vagy egy ilyen típusú ellátás birtokosai lehettek. Ez egyébként az énekes társadalom számára is szerintem egy jó dolog volt, egy kellemes fluktuációt úgy biztosított, hogy nem kellett személyre szabva azt érezni, hogy valakit a színpadon leparancsolnak, hanem egész egyszerűen tudomásul vette mindenki, hogy ennek a pályának, hát főleg a balett pályának, 20-25 év a kifutása, különben az ember már nem tudja azt nyújtani, amit korábban, és azóta is mindig csodáltan nézem azokat, akik egyébként erre hajlandóak. Van egy pár énekes példánk is, aki ugyanilyen strikt módon el tudta dönteni, de mondjuk, mit tudom én, Hamari Júliás pont így döntött el. És soha többet én nem tudom, hányszor kérleltem, hogy csak egy áriát, csak egy dalt, mondta, hogy de ez eldöntötte, nincs. Úgyhogy ez is, hogy mondjam, visszafele igazolja a szavaidat, hogy milyen tudatos, fegyelmezett művésszel állunk szemben, aki megtervezte az életét, és attól még lehet az ember művész, hogy közben tervez is. Hogyne. Csak elég, hogyha az ember 7-től 10-ig művész. A külföldi szereplési lehetőségei a balett művészeinknek szintén kicsit korlátozottak, és nem föltétlen csak a egykor még létezett vasfüggöny miatt, hanem azért is, mert egy társulati létben ott lenni, főleg a balettban ez egy napi gyakorlást jelent, az kötődik valahová, egy teremhez, egy balettmesterhez, egy társulathoz, tehát nehéz elmenni gálákra, pici kitekintésekre van mód. Ezek közül mit érdemes megemlíteni? Hát ami neki, Hágai Katalinnak, ami fontos bázisa, és sok magyar táncosnak ez Düsseldorf volt, ahol Vámos György, Gyuri Vámos működött, és ő azért a legjobbjainkat igyekezett egy-egy szerepbe bemutatni. De hát amíg ez a generáció valóban kevesebbet járhatta a világot, viszont számukra megadatott az, hogy a Magyar Nemzeti Balett, illetve az opera együttes is abszolút nemzeti valutánk volt. Igen, turnéztak sokat. Turnéztak, rengeteget turnéztak, úgyis turnéztak nem csak Bartókkal, ami természetesen, mint autentikus valutája az országnak járta a világot, de seregi darabokkal megcsinálták azt a nagyszerű dolgot, hogy olasz színházakba, Torinóba, de talán Szicíliába is egy-egy kvázi stagionéra lementek. Tehát egyszerre 2-3 szereposztásba levonultunk, és 10-12 előadásba egy Spartakuszt, egy Szilviát letáncolt az együttes, ami egy csodálatos dolog, hiszen 2 hétig Torinóba élni nagyszerű dolog, és így a mi művészeink is láttak világot, hiszen
A 80-as években ez még nem volt annyira egyszerű, és őket is megismerte a világ. Azt látjuk, Marci, a nézőkkel együtt, hogy egy Hágai Katalin fanba oltott Hágai Katalin tudós is vagy. Mit tudsz arról, hogy Katinak az a pálya vége fele, vagy a pálya utáni időszakában az oktatása, az általa megéltek, megtanultak átadása mennyire volt az élete középpontjában? Ugye miután letette Katja balettcipőt, Keveházi Gábor mellé visszajött művészeti vezetőnek, és hát éjjel-nappal itt volt a színházba, tanítani nem tanított, hiszen talán pont abból, amiben ő plusz volt, amit ő hozzá tudott adni, az nem egészen tanítható, nem balett gyakorlatok alatt tanítható, nem nagy üzembe tanítható. Egy-egy szerepátadásba segített ő, például Kozmér Alexának több alakítását csiszolgatta, de azt hiszem, hogy bárkihez odament, és bárki kérdezhetett tőle, meg tudott mondani azt, hogy ezt a fajta tudást mennyire lehet átadni, illetve ki mennyire felvevő erre a fajta tudásra, ez egy kérdés. Természetesen, de azt hiszem, hogy az is mód felett becsülendő, hogy Kati ezt az egészet, amikor befejezte, akkor azt mondta, hogy engem a lakberendezés érdekel, elvégezte az iskolákat, és jelenleg boldog lakberendezőként dolgozik. Ez annyiban szép végszó számunkra is, hogy a balettművészi pályának a különlegessége is belefoglaltatott, hiszen aki az operában klasszikus spitzbalettre adja a fejét, mondjuk hölgyekről beszélünk, akkor ez a szó is megállja a helyét, annak számolnia kell azzal, de már a beiskolázásakor kéne a szüleinek, meg neki is, ugye 10 évesen, hogy 19 évesen úgy végezel egy egyetemet, ami egész fura, hogy már aztán színpadra is kerül, viszont 44-45 évesen pedig ennek a pályának vége, és utána valami más kell csinálni. Nagy öröm, hogyha az ember azt látja, hogy nem megkeseredett, hanem egy újabb, egy másik teljes életet választó művészekre tekinthet. Marci, köszönöm szépen neked, hogy segítettél föl idézni Hágai Katalin, a kiváló Kossuth Díjas balerina pályaképét, és a nézőink figyelmét is azzal köszönöm meg, hogy Opera Café című televíziós sorozatunk nyári külön kiadásai folytatódnak. A jövő héten egy újabb operázi örökös tagot veszünk célba. Akkor is találkozzunk, viszontlátásra!